Tötte másfél éve azonban már letette a poharat, így aztán már nem függőként szólíthatom a Jetlag együttes frontemberét, Molnár Tamást. Figyelj, 14 éves korod óta színpadon vagy. Hát ugye? Elég korán kezdtük, igen. Korán, de... Akkor alapítottam a zenekaromat, az AFC-t, és hát tulajdonképpen mondhatjuk. 16 voltam az első rendes országos turnénk. Téged a siker vitt rá az életmód? Tehát ez, amikor azt mondjuk, hogy hát ilyen ez a popszakma, mondjuk, és hát tényleg? Hát az eleinte azért nyilván megragadtunk minden alkalmat arra, hogy megünnepeljük az életet, és ezt eléggé látványosan tettük. Uh-huh. Meg is tehettük ezt, ugye, mert így a színpad így adott hozzá, adott okot az ünneplésre. Úgyhogy hát nyilván korábban is azért barátkoztunk már mindenféle szerekkel, italokkal, de valahogy így a zenekarban, meg aztán a később jött siker által kerültünk egy olyan közelebbi kapcsolatba, ami aztán utána meghatározta, azt gondolom, Mi volt a folyamat? Az először az örömivás, aztán... Mondjuk a színpadra mentem föl teljesen hullakészen, tehát ott tisztában voltam, hogy mi vár, de amikor lejöttem, akkor az első dolgom volt, és onnantól nyilván volt, hogy a pénteken gurítottam a pöttyös labdát, az vasárnap délben még pattogott. Tehát nem szomorkodtunk sokat. Ehhez mindig kerül barát? Mindig van ivó cimbora? Vagy pedig ok? Nem mindig egyébként. Lámít, hogy nem minden esetben. Szerintem vannak típusok. Van, aki társaságban iszik, van, aki vagy drogozik, van, aki önállóan is képes erre. Én társasági voltam, meg vagyok azóta is egyébként. De a tesóm, akinek szintén volt egy 10 éve benne, mint alkoholista, például tök magányosan, vagy nem tök magányosan, de jobbára, hozzám persze mindenféleképpen, tehát nem ez a kocsmai. Tehát ti tulajdonképpen mind a ketten hasonló sorsot jártok be, tudtatok egymásról, láttátok ti egymást kívülről? Hát olyannyira, hogy a bátyámat én vittem el a három sikertelen és a negyedik sikeres elvonójára. Tehát ő alkoholistaként egyébként három sikertelen alkohol elvonó után végülis drogosok között állt le, ezért gondolom azt, hogy egyébként nincs különbség, nem csak ezért, de többek között ezért gondolom, hogy nincs különbség a kettő között. És nyilván folyamatosan éreztem azt, hogy nem lehet problémám, hát a tesóm azért, ő azért jobban karcolta a korlátot, és hogy én azért nem vagyok még nem ott. Aztán nyilván idővel eljutottam persze, de hogy ez egy folyamatosan hitegettem magam. Nálad mi volt a végpont, vagy a végső pár év, hónap, nap, amikor már sodrottál a felé, hogy itt valaminek történnie kell? Mivel ugye hát most a 7 napból 4-5 másnaposan kelsz, akkor nyilván nem olyan aktívan ülsz le dolgozni, meg nem olyan elállna. De hogy tehát nem éreztem magamban azt a tüzet, ami egyébként kellett volna, hogy legyen, hiszen nagyon kevesen mondhatják el, hogy azt csinálják, amit a legjobban szeretnek csinálni. Sajnán. És én elmondhatom, és ennek ennyire mégis másban kerestem az adrenalint, úgyhogy ugye azt éreztem, hogy én azért sokkal jobban szeretek zenélni, mint bármi más csinálni, úgyhogy nekem vissza kellett találnom tulajdonképpen önmagamhoz. De hogyha kötődik a szenvedély betegséged a szenvedélyedhez, egy másik szenvedélyedhez, akkor szerintem még nehezebb lejönni róla. Mert ha vége a koncertnek, és 10 évig megvolt a levezetési fázis, megvolt a ki kell, hova induljunk el, azt egyszer csak mi lett helyette? Hogy csinálod most? Másfél év az még az egy pici ropogós idő azért. Igen. Tehát az előttem szólalkozó. Elején van zsenge. Igen. Zsengécske. Hát most egyébként a tavaly nyár volt az első ilyen komolyabb fesztivál szezon. Nyilván főleg a fesztivál bulik azok, ami... Mit csinálsz helyette? Mik a reflexek? Hát egyébként az van, hogy lejövök a színpadon, és így megélem azt, ami történt. Mert hogy én erre nem fordítottam energiát vagy figyelmet. Hanem azonnal szétvág magam. Tehát, hogy tulajdonképpen fel sem fogtam, hogy mi történt a színpadon. Tehát amiért csináltad annak a... Igen, mert valahogy talán azt az állapotot, vagy azt a szintet akarja fenntartani az ember, valahogy úgy nézhet ki a görbe, hogy felmész a színpadra, és akkor lejössz a színpadra, akkor van egy ilyen. És valahogy ezt akartam talán elmosni, ezt a görbét, és ezt sikerrel is tettem, nagyon jó voltam benne. De közben meg elfelejtettem megélni azokat a pillanatokat, amik ott történtek. Tehát a visszatapsnál, mikor lejöttem, akkor én már azért vertem egy három pár inkább. Tehát az utasod arra már biztos, hogy
úgy mentem föl, hogy éppen, hogy csak az meglegyen, de már azon gondolkodtam, hogy hogyan, hogy a pultnál folytatom. Mit csinálsz azóta? Teázol vagy? Vagy most mi van? Hát nyilván vannak pótcselekvések, de hát ez semmi ahhoz képest, amit csináltam. Tehát tulajdonképpen mondhatom azt, hogy jó, semmi. De azt tudod, hogy te még az elején vagy. Persze, én ezzel tisztában vagyok, foglalkozik is a kérdéssel, azt gondolom. Már volt olyan, voltak olyan napok, amikor egyáltalán nem jutott eszembe, ami szerintem óriási dolog. Az csodás. De másfél év az nem kevés szerintem. Igen? Hát, szerintem nem. Az első 3 hónap, amikor akkor találkozom olyanokkal, akik azt mondják, hogy volt egy ilyen barátom, sétáltunk, én akkor még ittam, ő éppen 3 hónapi abba hagyta, és mondom, hogy térjünk már be a tönkre, és mondja, én oda nem megyek, szenvedélybetegek gyülekezete. és akkor mondtam, hogy és akkor ő például utána visszaeső lett, és nagy hűbriszből csúnya padlótfogás lett, de másfél év azért az már azt mutatja, hogy megvolt a kitartásod, megvolt az erőd, a holdpontokon már túlültél, nagyon ügyes vagy. Igen, egy nagyon nagy dolog. Az emberi életek mellett néha az idő is kizökken a normál kerékvárosban, gondoljuk csak az évi rendes óraátállításokra a rövid szünet után. Olyan vendégekkel térek majd vissza, akik hát gyakran szinte szó szerint versenyt futnak az idővel.